Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És őrében fogadta a Szentlélek közben. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te észeid. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett és az ige testélőn, és mi köztünk a hozzád. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók tehessünk Krisztus kéretére. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami úrunk által. Amen. Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, ezen a hajnali szentmisén. A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának fő ünnepén köszöntelek benneteket itt Gazdagréten, a szent angyalok hajlékában.
és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódtok be a mai szentmisénkbe. Örömmel gondolunk arra, hogy üdvösségre vagyunk hivatottak, hogy megszabadulhatunk a bűneinktől, mindig nap mint nap új életet kezdhetünk, új lehetőségeket kapunk, és különösen a fogantatás fogalmának helyes értelmezésével arra is gondolunk, hogy mindannyiunk élete megismételhetetlen élet, akiknek létét, mindannyiunk emberi életét a Jóisten akarta, és sajátos küldetéssel ruházta fel. Így ajánljuk fel a mai szentmisét a boldogságos szűzanya tiszteletére, ajánljuk fel megtérésekért azért, hogy minél többen az üdvösség útjára lépjenek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és megvett testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással. Én védkem, én védkem, én ilyen a védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szentőtelet szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzak a véletlen, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kedves, Kristus kedves, Kristus.
Istenünk, te méltó hajlékot készítettél fiadnak, a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt fiat halálának érdeméért, eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közben járására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. O mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Teremtés könyvéből. Az első ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá. Hol vagy? Ő így válaszolt. Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem. De Isten így szólt. Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél. Az ember így válaszolt. Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó vezetett félre, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a földporát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az ő ivadéka széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket.
Ő benne nyertük el mi is az örökséget, annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! És a zsenekednek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavait szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban csodálatos ünnepet tartunk a mai napon. Nem csak az ünnep körülményeire gondolunk most a hajnali szentmisén, hanem arra, hogy az ünnep üzenete a csodálatos, reménykeltő. Amúgy is azt szokták mondani, hogy advent második vasárnapja és hete az a reménységnek a vasárnapja és hete, és azt a reményt hordozzuk, amelyet már az ős evangélium meghirdetett a Teremtés könyvében. Ezt a mai első olvasmányban hallottuk, ezt nevezzük ős evangéliumnak, amikor az Úristen megígéri azt, hogy majd eljön valaki, egyrészt majd egy új asszony és az ő ivadéka, ki helyrehozza az első emberpár bűnét. Ezek eszmei valóságok,
nem történeti értelmezésű megjegyzések a Szentírásban, mint ahogyan Ádám és Éva története sem a történeti írásnak egy epizódja, egy része, hanem olyan fontos hitbeli üzenet, hogy minden rossz, minden bűn és a halál, ez a bűnnek a következménye, amelyet az első emberpár, az első embereknek Istentől való elfordulása indított el, az a tény, hogy a sátánra, a gonoszra hallgattak és lázadóvá, öntörvényűvé váltak, azt gondolták, hogy szakítanak a jó és rossz tudás fájáról mindent, hogy mi a jó és mi a rossz, majd ők eldöntenek. És azóta is a bűnnek ez áll a hátterében. De az Úristen megígérte, hogy ellenségeskedést vetek közét, és az asszony közé, vagyis a kígyó és az asszony közé, az ő ivadéka és a te ivadékod közé. Valójában a kígyónak, a gonosznak hangzik el ez a figyelmeztetés, amit beteljesített a szűzanya küldetése, amikor világra jött, hogy majd aztán az ő ivadéka megszülessen, és megváltsa a világot, megszabadítson minket a bűntől. Az Úristen méltó hajlékot készített az ő fiának, a megváltónak, a szűzanya emberi életében, testében, személyiségében, és ez avval kezdődött, hogy a boldogságos szűzanya mentes volt már fogantatásában az áteredő bűntől, és aztán a személyes döntéseiben, minden egyéb más személyes bűntől is. Ezt hirdette meg Gábor angyal a köszöntő szavaival, amikor Szűz Máriát azzal a szóval köszöntötte, hogy üdvözlégy, vagyis üdvösségre hivatott vagy, az üdvösséget munkálod, és kegyelemmel teljes vagy, vagyis a személyes életedben is bűntelen. Ezt a példát, ezt a lehetőséget követjük, mi már csak a személyes bűntől való mentességet követhetjük, hiszen mindnyájan az áteredő bűnterhével születünk és fogantatunk, de megvan arra a lehetőségünk, hogy tiszta életet éljünk. Ezt a tiszta életet ünnepelhetjük reménységgel a mai napon, a szeplőtelen fogantatás ünnepén, amely katolikus hitünkben hittétel, vagyis dogma, amelyet 1854-ben 9. Pius pápa rendelt el és hirdetett ki, majd pedig 4 évvel később tegyük hozzá, 1858-ban, februárban, amikor megjelenik a szűzanya, majd később, március 25-én, az angyali üdvözlet napján, Szubirú Szent Bernadett is megtud a Lourdi jelenésnél, annak ünnepi jelenésekor, amikor úgy mutatkozik be számára az égi jelenség, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Az idő rövidsége miatt, amely most a Szentmisében csak így áll a rendelkezésünkre, egy fontos üzenetet vigyünk magunkkal a mai ünnepen. Azt az üzenetet, hogy felelősek vagyunk a személyes életünk tisztaságáért és mások életének üdvösségéért. A boldogságos szűzanya gyermekkoráról vagy családi körülményeiről hivatalos szentírási szöveg nem áll rendelkezésünkre, de egy apokrif írás, az úgynevezett protoevangélium, mégpedig Jakab protoevangéliuma, elmondja azt, hogy a szülei Szent Joakim és Szent Anna voltak, kiknek nem volt gyermekük, és időskorukban ajándékba kapták ezt a leánygyermeket, a szűzanyát. És hozzá kell tennünk azt, hogy istenfélő emberek voltak.
És bár tudjuk, hogy a katolikus hitünk tanítása szerint az emberi élet a fogantatással kezdődik, de mégis a biológiai fogantatás teremtés is egyúttal, mert az Úristen halhatatlan lelket teremt minden egyes megfogant embernek. Ez nem úgy olvad bele az ember személyiségébe, mint a biológiai értelemben a gének, az emberi adottságok, amelyeket örökölhet az ember a szüleitől vagy felmenőitől. Külön életprogramot és személyiséget ajándékoz az Isten a fogantatásban, de ugyanakkor mégis fontos a szülői gondoskodás, a szülők hite, amely formálja az ember a gyermek életét, és a tanúságtétellel átadja a hit ajándékát. Az Úristen figyelembe vette Joakimnak és Annának buzgóságát, tiszta életét, és bizonyára a szűzanya is sokat tanult tőlük és az ő hitükből. De az az ajándék Istentől van, hogy a fogantatásban már emberré válunk, testi, lelki, mi voltunkban ennek kettős egységében, amit itt a földi életben, és majd aztán a feltámadás után újra hordozhatunk testi-lelki valóságunkban. De mennyire fontos az, hogy a hitünk jó példáját is átadjuk, és így az emberi élet folyamán a gyermekeinknek, vagy mint keresztszülők a keresztgyermekeinknek, a hit kibontakozását előmozdítsuk és segítsük. Életünk a Jóisten tulajdona, de a szabad döntésünk határozza azt meg, hogy az örök élet boldogságára is igent mondunk-e. A szeplőtelen fogantatás ünnepe, a szűzanya igenje arra buzdít minket, hogy mondjunk igent az életre, a saját élethivatásunkra, és majd az örök boldogságra is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyei és földi, minden látható és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyához született, az idő kezdetén, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóság az Isten, valóság az Istentől. Született bennem teremtmény, az Atyával egyéniműt, és minden általában lett. Értünk a nevelőjét, a mi bűnösségünkért, leszállt a mennyből, megkestesült a szentélyek erejéből, Szűzmáriát, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária ünnepén együtt könyörgünk a mindenható Istenhez. Istenünk, aki Szűz Máriát kivetted az áteredő bűn törvénye alól, őrizd egyházadban a szeplőtelen tanítást és a bűntelen életet. Kérünk, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk,
legkedvesebb leányod közbenjárása hozzon békét a világnak. Urunk, taníts meg minket, hogy mindennél többre becsüljük kegyelmedet és a tiszta életet. A szeplőtelen szűzanya alázatos, egyszerű élete legyen az anyák és a leányok példaképe. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária legyen közbenjárásával betegeink gyógyítója. Urunk Istenünk, kegyelmedből a boldogságos szűzben újra megjelent a földön a bűntelen ember. Add, hogy példája nyomán és közbenjárására elkerüljük a bűnt, mi is, akiket a keresztségben új emberré alkottál. Krisztus, ami Urunk által. A felajánlás alatt, kedves testvéreim, a 161-es ének első versszakát énekeljük. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedbe az áldozatot, mert lényeg kicséretére és kicsősére, mindannyiunk és az egész Atya Szentházára. Urunk Istenünk, fogadj jóságosan, és fordítsd üdvösségünkre az áldozati adományt, amelyet a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén bemutatunk. Hittel valljuk, hogy kegyelmed eleve megóvta őt minden bűntől, és kérünk agy közbenjárására vétkeinktől szabadulást nekünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teremtőnek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te megőrizted a boldogságos Szűz Máriát az áteredő bűn minden szennyétől, és kegyelmed teljességével méltóvá tetted arra, hogy ő legyen fiadnak édesanyja. Így megjelent benne az eljövendő egyház, Krisztus szépséges jegyese, melyen sem ránc, sem szeplő nincsen. E tiszta szűz hivatása volt, hogy világra hozza a fiút, az ártatlan bárányt, aki elveszi a világ bűneit. Te Máriát adtad népednek, hogy mindenkinél hathatósabban pártfogoljon minket, és ő legyen az életszentség példaképe. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük. Thank you.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitre halljuk feltámadásodat, amíg elmegy. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet. Ezért merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden, ami mennyekedet ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk védkezőknek, és nem így minket szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert írd az hozzá, Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét,
őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség az az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékon vagyok, hanem csak egy szóval mond, és megjövök az én lelkem. Isten kegyelme tesz tisztává bennünket, és az eukarisztia vétele égi ajándék, amely formálja lelkünket, az égből szállott szent kenyeret köszöntjük a 114-es hozsanna énekkel. Thank you.
Kedves testvéreim, most a lelki áldozást, annak lehetőségét kínálom föl azoknak a testvéreinknek, akik otthonaikban ünnepelnek velünk. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Böjte Csaba adventi gondolataiból. A mai Szűzmária ünnep az adventi várakozás Máriás jellegére figyelmeztet minket. Jézus édesanyjától azt a szeretetteljes, türelmes, reményteli és örvendező várakozást szeretnénk megtanulni, amely őt jellemezte. Attól kezdve, hogy Mária méhébe fogadta Jézust, már nem csak a megváltó érkezésének hitében élt, hanem tudta is, hogy hamarosan elérkezik a megváltó. Adventben nem egy teljesen ismeretlen személyre várakozunk, hanem tudjuk, hogy reményteli várakozásunk Jézusban teljesedik be. Irányvesztett 21. századunkban érdemes bölcsen rácsodálkozni, hogy bizonyos helyzetekben hogyan döntött, mit tett az Istent tudatosan befogadó és alázattal hordozó Szűz Mária. Hogyan élhette meg advent szent ünnepét? A koronavírus miatti bezártságunkban is a szűzanya oltalmába menekülhetünk. Ma megvirrat emberre Mária hiteles életének példájából meríthet erőt. Mária nem abból indult ki, hogy mire képes, hanem abból, hogy mit kért tőle a Nagyisten, és merte magát belevetni ebbe a hihetetlen kalandba. Nem abból indult ki, hogy ő emberi korlátai között mire képes, hanem tudta azt, hogy Isten, aki a teremtés hajnalán azt mondta, hogy legyen és lett, képes tovább teremteni ezt a világot általunk. És ezért alázattal kimondta, legyen nékem a te igéd szerint. A nehézségek, a gondok közepette, ne csupán a korlátainkat nézzük. Kicsik vagyunk, egy marék porból teremtett bennünket az Isten, de az élő Isten teremtett bennünket, és arra hívott, hogy legyőzzük gondjainkat, nehézségeinket, összefogjunk. Olyan csodálatos a mi Urunk Istenünk, karácsony éjszakáján közénk jön, tarisznyájában csak a mennyei Atya szeretete, jósága. Üres kézzel jön közénk, és nem azt mondja, hogy itt semmi nélkül hogy lehetne új világot teremteni, hanem hittel, végtelen szeretettel meghirdeti az új szövetség nagy törvényét, a szeretet parancsát, és egyszerű emberek, pásztorok, halászok, vámosokat szólít meg, és egy új világot teremt számukra. Magasztalja lelkem az én Uramat, és újjong, énekel Mária is. Jókedvű, vidám, tele van optimizmussal. Milyen jó lenne, ha mi keresztények adventben a nehézségek ellenére magunkra öltenénk a jókedv, az öröm, a vidámság ruháját. Adná az Isten, hogy tényleg Máriával járjunk az adventi utunkat. Tanuljunk Máriától, öltsük magunkra, mint páncél mennyei édesanyánk szép vonásait, és amikor egészen biztos, és akkor egészen biztos, hogy testi, lelki egészségünket, épségünket vissza fogjuk nyerni, meg fogjuk őrizni.
Urunk Istenünk, gyógyítsa bennünk a magunkhoz vett szentség ereje, az áteredő bűnsebeit, miután ettől a bűntől Szűz Máriát, a szeplőtelen fogantatás kiváltsága által már eleve megóvtad, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvéreim, a Szent Mise végén majd a 195-ös ének első és második versszakát énekeljük, és most áldást kérek rátok, hogy tiszta szívvel éljünk és szolgáljunk az Úrnak. Egyúttal jelzem nektek is, és a kedves televízió nézőknek is, hogy ma Rómából is közvetítünk ünnepi szentmisét a Szent Péter Bazilikából, az Apostol Televízióban élő adásban, 10:30 órakor, majd délben meghallgathatjuk Szentatyánknak, Ferenc pápának üzenetét. Jelenlévő testvéreimre és a televízió kedves nézőire most Isten áldását kérem. Az Úr legyen veletek! És a teremtetek! A szeplőtelenül fogantatott boldogságos Szűz Mária, égi édesanyánk és a szent angyalok és minden szentek közben járására, papi kézföltételem által áldjon, őrizzen és tisztaságban őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánhoz az kísértésével megvédj, esedjesz meg védjük, parancsoljon meg Jézus Isten, te pedig menj és segedjek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelket vezére olyan járnak, Isten elejére, Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,